A Bengecsegi úti Kunlaposi kilátónál őrtüzet gyújtottak a karcagiak is a Székely Autonómia napja tiszteletére. A szakrális helynél szervezett őrtűzgyújtáson megjelenteket a kunlaposi kilátóból Plósz Csilla tárogató játéka fogadta. Majd a Szent Korona Szövetség nevében Hubay Imre Csaba köszöntőjében elmondta, hagyományteremtő szándékkal ezentúl minden évben itt szeretnék szimpátia őrtüzekkel emlékezni székely testvéreinkre, hirdetve a székelyföldön élő magyarság jogos autonómia igényét. Itt a Bengecsegi úton, a Örököcske magyarra fordított úton. Itt a kilátónál ez a hely nagyon szakrális hely, hiszen közel van hozzánk a Debreceni út, a Só út. Só úton szállították annak idején a Só út Debrecen, illetve a északabbi ország részekre. Itt volt a hajtóút, az állatokat itt hajtották. Itt vitték a koronát annak idején. És hát a Zádor híd, Zádor és Ágot a legendája kapcsán. Itt volt egy kilátó, amit mi csak felújítottunk. Sikerült úgy megoldani, hogy tartós, és hát ez a hely alkalmas arra, jó időjárási viszonyok között, hogy lássuk a erdei havasokat, látjuk a Mátrát is. Tehát gyakorlatilag ez a kilátó, ez kilátás a világra. Ösztönzi az embereket arra, hogy ide kikerékpározzanak, kiránduljanak, nézzék a tájat, a vidéket. Valamikor itt ellen a részen rákászok, csíkászok, pákászok, madarászok éltek, rétes emberek éltek, és hát ez kimondottan egy előnyös, hagyományteremtő dolog mind valamennyiünk számára, és igyekeztünk ezt hagyományteremtéssel felhívni a figyelmet a székely autonómia vonatkozásába, azért, hogy a nemzeti összetartozás mindenképpen előtérbe kerüljön, és ezek az élmények, ezek a értékőrző megoldások mindenképpen segítik az egyévéval tartozásunkat. Hát ezzel felhívjuk a figyelmet ennek a tájnak a szépségeire, a hagyományőrzésére. Tulajdonképpen maradandó élmény lehet, hiszen kisgyermekek is vannak, és ezek a gyermekek majd a későbbiekben őrzik ezt a tüzet, magukkal viszik, és hát továbbadják majd az ő utódaiknak, és így több száz, több ezer évre is a hagyományteremtés élménye gazdagítja valamennyiünknek a kilátásait, lehetőségeit, és az, még egyszer az összetartozás vonatkozásába a székelyek, a kárpátaljak, felvidékiek, délvidékiek, mindenki, minden magyar, a Szent Krona országai, országrészei egyévé tartozást fejezik ki. A köszöntők sorát dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos kezdte. Alig, ha lehetne jobb helyet kiválasztani arra, hogy együttérzésünket egy öltözgyújtásával kifejezik a székely nemzet iránt, mint itt ezt a mostani helyszínünket a Bengecsegi kilátó mellett. Hiszen annak idején, ami nagykor őseink ezekben a határészekben vészelték át a törökkor nehézségét, itt bújtak el akkor, amikor futni kellett, és itt vették fel a küzdelmet akkor a törökökkel vagy a tatárokkal, amikor arra már végképpen szükség volt. Közelben van a Zádor híd, jól látszik, hogy sikerült megvilágítani, amely a debreceni régi országoknak a legfontosabb átkelőpontja volt, amelyen keresztül évszázadokon át haladtak a különböző hadseregek, a kereskedők, itt hajtották el a jószágokat a vására, itt utazott a Szent Korona akkor, amikor Budát ki kellett üríteni Debrecenbe, és aztán amikor visszafoglalta a budai várat a honvédsereg, akkor pedig az ellenkező irányba is megtette ugyanazt az utat. Kunhalmok, rétek, legelők szegélyezik ezt az ősi kutáját, a magyarság szívéhez is közel álló Alföldnek a kellős közepén. És hogyha most itt együtt vagyunk, gondoljunk arra, hogy a Székelyföldön, a Kárpátok és a Hargit öllelésében az ott élő székely magyarok most gyújtják meg azokat az öltüzeket, amelyek kifejezésre juttatják az autonómia, az önkormányzatiság iránti elkötelezettséget és a magyarsághoz, a magyar nemzethez való tartozásokat egyaránt. Hiszen egy vérből valók vagyunk, és változhatnak ugyanaz ország határai, de mégis összekötnek bennünket, az ország, a Szent Korona ország az állandó, az állam határokon pedig túl tudunk lépni. Én biztos vagyok abban, hogy az ilyen és hasonló alkalmak erősítik az összetartozástudatunkat,
odafigyelünk egymásra, és ebből tudunk erőt meríteni azért, hogy minden létező eszközzel a magyarság összetartásában munkálkodjunk. Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke arról szólt köszöntőjében, hogy napjainkban még inkább szükség van a nemzeti összefogásra a Székelyföldön élő magyarság érdekében. Így van, nagyon fontos nekünk karcagiaknak, hogy a Székely Autonómia napján együtt érezhessünk a Székelyföldön élő magyar testvéreinkkel, és az is nagyon fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket, az összetartozásunkat, ezért mi is gyújtottunk egy öltözet. Bár kevésbé látszik Székelyföldről a karcagi Bengecsegen meggyújtott tűz, de ha ez bennünk megmarad, és a mindennapjainkat vezérli, és átadjuk minél több embernek, és mivel ez hagyományteremtő alkalom, lehet, hogy a következő alkalommal már még többen leszünk, ebből egy karcagi hagyomány lehet. És ez nagyon fontos, hogy aki kihozta a gyermekeit is, igyekszik átadni, és ahol három generáció is itt van, nagyszülő, szülő és unoka, ott látszik, hogy az egész családnak a mindennapjait átszövi az a fajta együttérzés, az együtt gondolkodás, a felelősség, érzetfelelősség, vállalás a távolba, határon kívülre szakadt nemzettársainkért. És nagyon jó érzés itt a Székely Autonómia napján a karcagiakkal együtt érezni, hogy mi is összetartozunk. Milyen sok embernek fontos ez a mai alkalom, és az, hogy a kilátó újjáépítésével és az Ádor híd kivilágításával, valamint az őrtűzzel egy nagyon szép hármast adott a Bengecsegnek ez a ma este. Én azt gondolom, hogy ennek híre kell, hogy menjen Karcagon is, a Nagykunságba is, és toborozni fogjuk a Nagykunságban élő embereket azért, hogy minél többünk, minél több család, minél több generáció, minél több nemzedék számára legyen ugyanúgy fontos. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes áldását és a közös imát követően meggyújtották az őrtűzet. Közben a Székely és a magyar himnuszt énekelték el a jelenlévők.